Gyújtópont. Gyújtópont. Minden hétköznap délután 4 órától 6 óráig. És akkor most egy fantasztikus magyar sikerről hadd számoljak be. Most hétvégén tartotta Bangkokban az Amerikai Klinikai Onkológusok Társasága az átütő új fejlesztések az onkológiában című konferenciáját, és az Oncompass Medicine Hungary Kft. Kutatói a szervezők külön díjának támogatásával a tudományos programban mutatták be speciális orvosi szoftverüket. Vendégünk a téma kapcsán dr. Peták István, rákutató molekuláris farmakológus, az Oncompass Medicine Kft. Egyik alapítója, tudományos igazgatója. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm. Haló, haló. Úgy tűnik, hogy nincs a vonalban. Haló, itt vagyok. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Igen, nem tudom, mennyire hallotta a felvezetőnket, tehát ismertettem a hallgatókkal, igen, hogy most volt Bangkokban egy konferencia, amelyben lehetőséget kaptak, hogy bemutassák ezt a speciális orvosi szoftvert. Hazaérkezett már, vagy még kint van Bangkokban? Így van, ezekben a órákban érkeztem haza, úgyhogy még nagyon friss az élmény. Na, hát akkor meséljen, hogy sikerült ez a konferencia, mekkora volt az érdeklődés a szoftver iránt? Így van. Hát nagyon boldogak voltunk, hogy megkaptuk ezt a külön elismerést és ezt a támogatást, ami külön fölhívta a figyelmet a munkánkra. És ez egy azért volt nagyon izgalmas, mert az Amerikai Onkológusok Társaságának ez volt az első olyan konferenciája, ami a mesterséges intelligenciával, robotikával, tehát az új technológiákkal foglalkozott. Aha. És erre. És ez azért nagyon időszerű, mert az utóbbi 10 évben több mint 100 célzott gyógyszer került törzskönyvezésre. Uh-huh. Tehát ez egy soha nem látott fejlődés, és ez 10-szeres. Tehát korábban 10 év alatt 10-15 új gyógyszer fejlesztettek ki most. De ez mind a rákkal kapcsolatos? Mind a rákkal a kapcsolatos. Tehát egy nagyon izgalmas korszakban élünk, amikor végre megszülettek azok a célzott gyógyszerek, amik hasonlóan a antibiotikumokhoz, a fertőző betegségek, most a daganatokat is végre, a daganatokat okozó génhibák ellen kifejlesztett gyógyszerekkel lehet kezelni. Hát ez óriási. És ugye kifejlődtek azok a technikák, amivel ki tudjuk mutatni ezeket a génhibákat a betegekben. Uh-huh. És tulajdonképpen, engedem, hogy nyugodtan kérdezzek. Nem, mondjas csak nyugodtan, nem akarom félbeszakítani, csak hogy akkor egy picit menjünk vissza az elejére, tehát hogy hogyan kezdték önök ezt az egész projektet, a szoftvernek a kifejlesztését? Tehát maga a tudományos háttér az több évtized munkája, de körülbelül 5 évvel ezelőtt született meg az a elhatározás, hogy föl kell készülnünk arra az időszakra, ami most bekövetkezett, amikor végre sok génhibát sokféle gyógyszerrel össze tudunk kötni. És láttuk előre, hogy a következő nagy feladat, amit meg kell oldanunk, miután már megoldottuk azt, hogy hogyan lehet kimutatni a génhibákat, és amikor már molekuláris diagnosztikai módszerekkel, ugye az új generációs szekvenálási módszer egyszerre akár 600 gén vizsgálatára is alkalmas, és akár most már egy beteg daganat mintájában ez a vizsgálat elérhető, illetve nagyon sok laboratórium Magyarországon foglalkozik már molekuláris diagnosztikával, tehát a génhibák kimutatásával. Szögezzük le a laikusoknak, én is az vagyok, elnézést, hogy miért fontos, hogy kimutassuk ezeket a génhibákat? Az elmúlt 15 évben megtudtuk, hogy melyek azok a gének, amiknek a mutációja, hibája, a daganatos betegségek kialakulásáért felelősek, és most már nagyon sok olyan gyógyszert elérhető, amik ezeket a kóros gének által termelt kóros fehérjék kikapcsolásán keresztül gyakorlatilag oki terápiát tudnak nyújtani a daganatos betegek számára, ami teljesen eltérő hatásmechanizmusú, mint a korábbi gyógyszerek, és ezek a megfelelően kiválasztott betegeknél nagyon hatásosak tudnak lenni, viszont nagyon fontos tudnunk, hogy csak akkor hatásosak, ha a célpont valóban jelen van. Tehát itt a személyre szabott kezelés,
úgynevezett precíziós onkológiáról beszélünk, amikor az adott betegnek megismerjük a molekuláris profilját, hogy milyen génhibák vannak jelen, és erre személyre szabottan kell kialakítani egy kezelési stratégiát, hogy mi legyen az első, második, harmadik vonalban választandó gyógyszer, abból a több mint 100-ból, ami már elérhető, illetve hát ugye ezek közül nagyon sok törzskönyvezet is, nagyon sok indikációban, gyakorlatilag a tüdődaganatok esetében már a daganatosok betegeknek a fele célzott vagy immunterápiát kaphat törzskönyvezetten, akár ma Magyarországon is. Tehát egyre inkább a feladat és az érdeklődés ugye a felé irányul, hogy ebből a sok gyógyszer közül hogyan lehet kiválasztani az adott beteg számára, ha neki éppen személyre szabott a leghatékonyabbat. Tehát a leghatékonyabbat? Tehát sokszor az a probléma, hogy nem biztos, hogy a beteg, a páciens a leghatékonyabb gyógyszeres kezelést kapja meg? Hát a célzó gyógyszerek esetében nagyon fontos a személyre szabott alkalmazás. Tehát annak az ismeretében lehet ezeket jól használni, hogyha tudjuk, hogy a betegnek pont az a génhibája van, amire a gyógyszert kifejlesztették, mert ha nem, akkor jobban jár azzal, ha nem kap ilyen kezelést. Tehát ugyanannyira fontos az is, hogy előre jelezzük, hogyha valamelyik célzott kezelés hatástalan, vagy felesleges az alkalmazása, mert ezzel is segítjük a beteg hosszabb túlélését, hogyha nem kap olyan kezelést, ami nem hatásos. És mivel, hogy ilyen nagyon sok gyógyszer közül kell most már kiválasztani a megfelelőt, ezért gondoltuk azt, hogy nagy szükség lesz egy ilyen orvosi döntéstámogató rendszerre, orvosi szoftverre, ami gyakorlatilag egy mesterséges intelligenciának egy fajtáját alkalmazza, az úgynevezett rule engine-t, vagy szabálygépet. Úgy kell elképzelni, hogy több év munkájával létrehoztunk egy adatbázist, amiben betápláltunk 24 ezer orvosi szabályt. Egy orvosi szabály összeköt egy gént egy gyógyszercélponttal, egy gyógyszercélpontot egy gyógyszerrel, és ebből 24 ezer van, és a több év munkájával létrehozott adatbázist az adott beteg esetében, hogyha beírjuk, hogy milyen mutációi vannak, akkor pár másodperc alatt ugye a gép kiszámolja, hogy a jelenleg elérhető tudományos evidenciák, közlemények, felfedezések alapján melyik gén hibájával, illetve azzal a gén hibájával melyik gyógyszer áll a legmagasabb evidencia szinten kapcsolatban. Fantasztikus. Mennyire elterjedt ennek a szoftvernek a használata itthon, illetve nemzetközi szinten? Ezt a szoftvert már beépítettük egy orvosi eljárásba, a precíziós onkológiai programba. Ez egy dinamikus döntéstámogatási program, ami végig segíti egy orvosi tím munkáját, tehát hogyha egy betegnek a klinikai adatai bekerülnek ebbe a szoftverbe, akkor ebben a szoftverben egy speciális úgynevezett molekuláris tumorbord, vagy molekuláris onkotím tudja megnézni, hogy milyen gének vizsgálata lenne indokolt, illetve a gének vizsgálatának az eredménye alapján kiválasztani a legindokoltabb kezeléseket, ugye együttműködve a beteg kezelőorvosával, illetve onkotímével. Tehát ez a rendszer már működik, ez egy regisztrált orvosi eszköz, és ma már most a betegek számára elérhető. Magyarországon 23 onkológiai centrummal vagyunk kapcsolatban, mert rendszeresen használjuk betegek esetében, és hát most elindult a nemzetközi érdeklődés, már kutatási konzorciumban együtt dolgozunk az Európai Onkológiai Intézettel, a Párizsi Marie Curie Intézettel, és tehát az látszik, hogy ez a szoftveres megoldás, amit kifejlesztettünk, az elég egyedülálló a világon, és ezért ezt mutatja ez a mostani jelentős érdeklődés is ezen a nemzetközi konferencián. Hát ez tényleg fantasztikus, és gratulálunk is ehhez, és akkor mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ezzel az eszközzel önök megkönnyítik az orvosok munkáit, és mondhatjuk azt is, hogy tényleg forradalmi időket élünk a rákkezelésben, rákgyógyításban, tehát jobbak az esélyei egy rákbetegnek ma? Így van, nagyon-nagyon sokat fejlődött. Most már tudjuk azt is, hogy ez már a statisztikák szintjén is látszik, tehát csökken a daganatos halálozás, ezt talán kevesen tudják. Igen, itt Magyarországon is, mert ugye mindig azt szokták mondani, hogy hát sajnos Magyarország élen jár az uniós számokat tekintve. Hát sajnos élen járunk, de még ezen belül azért már Magyarországon is elindult egy csökkenés.
ugye a miközben persze a daganatos betegség került az érre, gyakorlatilag mint a legvalószínűbb halálozási ok, mert lassan megelőzi a szív- és érrendszeri betegségeket, több országban már meg is előzte, de ez csak azért van, mert a szív- és érrendszeri betegségeket nagyon hatékonyan kezelik a kollégák, és ott olyan, ott sokkal gyorsabban csökkent a halálozás, és ezért így relatíve az onkológia került az érre, de abban is van most már előrelépés, tehát az Egyesült Államokban 27%-kal csökkent a daganatos halálozás. És nyilván ebben az is a szűrésnek is óriási jelentősége van, illetve a dohányzás visszaszorításának, de most már kimutatható az is, hogy ebben az előrelépésben már igenis a modern gyógyszeres kezelések is szerepet játszanak, hiszen egyre a betegek egyre nagyobb százalékának lehet olyan kezelést adni, amivel nagyon-nagyon jelentősen meg lehet növelni a túlélését. Most éppen a pár héttel ezelőtt az Európai Onkológusok Konferenciáján mutatták be azokat az adatokat, hogy az 5 évvel ezelőtt kezdett immunterápiák és célzott kezelések esetében hol tartunk, és például áttétes melanomák esetében 30-40%-ban a betegek 5 évvel később is élnek, ami azt mutatja, hogy ezek a kezelések egyre tartósabban tudják visszaszorítani ezt a betegséget, úgyhogy abban bízunk, hogy a legmodernebb új generációs célzott gyógyszerek esetében ez még hosszabb lesz, és még nagyobb százalékban fogjuk elérni, de az, hogy pontosan a betegek hány százalékának lehet így már segíteni, ezt csak évek múlva tudjuk meg, hiszen a most kifejlesztésre kerülő gyógyszerek ről csak akkor kapunk végleges adatokat, hogyha ha várunk még több évet, de már most látszik, hogy ezek egyre jobbak, és úgy érzem, hogy tényleg ezek azok az évtizedek az emberiség történetében, amikor hogy végre egy jelentős átütő megoldást látunk. Hát fantasztikus a munka, amit végeznek, és gratulálunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és elmondta mindezt. Sok sikert kívánunk Önöknek. Köszönöm szépen.